Az időjárás nem igazán fogadta kegyeibe a résztvevőket és a nézőket. Ennek ellenére égen és földön egyaránt sok látnivaló akadt. Városunkban továbbra is jó néhányan hódolnak ennek a szép szenvedélynek. Tagunk van elég, de jobban szeretnénk, hogyha volna egy kis utánpótlás, hogyha volnának fiatalok, gyerekek, akiket lehetne tanítani. Ilyen repülés, meg tudják a gyerekek tanulni szerintem nagyon gyorsan, mert hát ugye fiatalság manapság sokkal ügyesebb, mint a régebbi modellező. Szamaránszky Károly és Németh Miklós ott voltak a Dunaszerdahelyi repülőmodellezés bölcsőjénél, és 50 év elteltével is aktív tagok. Mostanában elsősorban az antik modellezéssel foglalkoznak. 8-os, 9-os osztályba jártam, akkor kezdtünk repülőmodellezéssel foglalkozni az Vezér épületébe. Utána kerültünk ugye több helyre is, már itt Dunaszerdahelyen, és 50 évet így lehúztunk gyakorlatilag a modellezéssel. Én ezt a sportot csinálom, és ebben vagyok boldog. A repülőmodellező klub következő rendezvénye a Lukács Pál emlékverseny lesz, amelyre szeptember 1-én kerül sor szintén a sikabonyi reptéren.